jelentkezik munkára, cserébe elvár valamit. Mire gondolsz? Tudod, mondjuk pénzt, vagy ruhákat, vagy pénzt ruhákra. Nem is tudtam, hogy cinikus vagy. Anya vagyok, ez ezzel jár. Szia! Oh, szia! Elhoztam, ahogy ígértem. Örülök, hogy megkerült. Mivel nem ismerlek, féltem, hogy képes vagy lenyúlni a telefonomat. Előfordul. Na persze. Akkor a becsületes megtalálót meghívom ebédre. Klassz lenne, de elhoztak a Droversről, és már várunk rám. Egy italra. Meló után lesz időd egy sörre. Nem lehet. Nem szabad, vagy nem akarod? Úgy értem, hogy szabad. Még szép, csak sajnos mi megállás nélkül hajtunk. Te tudod, de talán sikerül szünetet tartanod, és véletlenül ott leszek. Az talán összejöhet. Ahol összefutottunk, három körül, ha belemegy a főnöket. Amiről nem tud, az nem is zavarja. Akkor később ütközünk. Persze. Na, amúgy Rose vagyok. Szia, Rose. Leo vagyok. Megjött. Azt hittem, eltévedtél. Nem, csak Bess minden szállat ellenőrzött. Mint ha őt láttam volna úgy negyed órája. Oké, túloztam. Megálltam kirakatokat nézegetni. Gangelemben. Mit láttál, tápokat és gerebjéket? Találtam egy klassz kalapot, baj? Nem. Biztos, hogy minden rendben. Igen, persze. Siessünk, sok dolgom van. Szerinted hatra visszaérünk? Stevie beterel néhány vadlovat. Végzünk, amint végeztünk. Kár, hogy Stevie nincs itt. Hasznát vennénk. Nem úgy, mint Barbie babának. De Stevie nincs itt, igaz? Nagy kár. Jól jönne valaki, aki tudja, hogy mit csinál. Idefentről viccesnek tűnt. Na, így csinálják a szakértők. Gratula. Rendben. Jól van, köszönöm a türelmet, pajtás. Most szaladok, de ma este elmehetnénk Fisherbe. Olasz étterembe. Gyertyafény. Borocska. Olyan kis mentolos csoki lesz a párna. Igen. Ez mesésen hangzik. Milyen alkalomból? Várj, és megtudod. Oké. És hatra elkészülsz? Persze. A végén begörcsöl a hüvelykujjad. Bocsi, mindjárt befejezem. Ki küld neked ennyi SMS-t? Ki vele? Mi a neve? Kire gondolsz? Rose. Tudsz titkot tartani? Ez attól függ. Olyan helyes és jó fej. Nagyon rendes. Ez szupi. Klassz verdája van. És látnod kéne a szemét régen. Bárcsak, már kocsia van. Hány éves Mr. Szépfiú? Csak egy kicsit idősebb. Stevie tud róla? Még nem szóltam neki. Nem lesz elragadtatva attól, hogy munkahelyet fiúzol. Dolgozom, de a lányok is mulathatnak egy kicsit. Rose! Kérlek szépen, ez maradjon közöttünk. Léci. Megesküszöl, vagy így görbülj meg? Szia! Szia! Bocsánat, régóta vársz. Dehogy is. Most értem ide. Helyes. Kellett a meló, így gondoltam, visszamerészkedem. Persze, jól döntöttem. Több okból is. Egyáltalán miért léptél le?
Eltoltam a permetezést. Fura, hogy még nem hallottad. Az te voltál? Hm? A birtok elvesztette a biostátuszát, mert... Hidd el, Rossz, baleset volt. Nem figyeltem rendesen, és vegyszert szórtam a Droversre. És nagyon bánom, de ezt persze senki nem hiszi el nekem. Nyugodj meg. Tuti, hogy már nem haragudnak érte. Ideje visszamenned. Igen, már régen dolgoznom kellene. Majd felhívlak. Igen, az klassz lenne. Szia. Dave tudja, mit gondolok a házasságról. Hogy képzeli ezt? Még én is tudom, hogy iszonyodsz tőle. Biztosan megbeszéltétek. Mondhatni. Ha mégis megkérdezi, csak nemet kell mondanod. Te könnyen beszélsz. Ha csak nem... Ha csak nem mi. Ha csak nem akarsz hozzá menni. Hogy mondhatsz ilyet? Ez a Drovers már csak ilyen. Neked elment az eszed? Képzeld, mielőtt idejöttem, egy helyen sem bírtam 3 hónapnál tovább. De ez a hely. A birtok megváltoztat. Engem tudom. Meglátjuk. Stevie, rég nem láttalak. Mit akarsz? Gondoltam, beköszönök. Egyébként gratulálok. Hallottam a jó hírt. És mit tartasz jó hírnek? Hogy mégsem vagy gyilkos. Mindketten tisztázottunk. Előttem nem tisztázod magad. Mit keresel itt? Selkirk befogadott, úgyhogy a városban maradok egy ideig. Kisváros, gondoltam, eláshatnánk a csatabárdot. Kopj le! Nézd, tudom, hogy haragszol. Ostobaságokat tettem, de már megbántam. Szeretnék új életet kezdeni. Minél távolabb vagy tőlem, annál jobb. Nem szeretném folytatni a hadakozást. Mit gondolsz? Maradj távol tőlem és a Droverstől, és akkor nem lesz gond. Jól van. Rendben. Nos... Még látjuk egymást. Mi a fene volt ez? Ha mástól hallom, azt mondanám bocsánatkérés. Hát csak, hogy képtelen lennék megbízni benne. Lehet, hogy annak idején gyilkosnak hitt. Most meg barátkozni szeretne. Nem hinném. Szerintem fél tőled. Azt helyesen teszi. Szerintem jobb, ha itt töltjük az éjszakát. Sötétben veszélyes áttuszkolni a csordát a folyón. Ugyan, legalább próbáljuk meg. Lehet, hogy sötétedés előtt átjutunk rajta. Még sokáig lesz világos. Szívesen belehúzunk. Nem. Az éjszakát a völgyben töltjük. Nincs felszerelésünk. Azt hittem, szeretsz a csillagok alatt aludni. Ó, hát persze. Miattatok aggódom, idekint nincs tükör. Ó, így elmaradunk a holnapi munkával, Alex. A Bulaki völgyben éjszakázunk. Téma lezárva, világos. Jó, hogy hoztam szendvicset. Hosszú éjszakánk lesz. Igen. Hoztál valamit? Nem. Igaz a mondás a megfelelő felszerelésről. Vagy van nálad, vagy nincs. Ne aggódjatok miattam. Az én kajám a tiéteket messze überelni fogja. Hé! Mi történt veled? Semmi. Mire gondolsz? Nem tudod 2 óráig vájút pucolni. Már megijedtem, hogy baleset ért. Tudod, tovább tartott, mint hittem. Jogosan aggódom, a kötelességem. Megnézted a bárányok táblát?